beruházások, építőipari kiállítást tartottak Békés Csabán. Rendhagyó évadkezdés, elrabolták a színház igazgatóját a Jókai évadnyitó gáláján. Nem sikerült a bravúr, hazai környezetben is vereséget szenvedett az Előre NKS-e. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. A Békés megyért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és az Aradi Kereskedelmi Ipari és Mezőgazdasági Kamara szervezésében építőipari kiállítást és ingatlanbőrzét tartottak Békés Csabán. A kétnapos rendezvényen számos szakmai kiállító képviseltette magát. Többek között különböző megyei építőipari és ingatlanpiaci cégek standjai várták azokat, akik ellátogattak a Csaba Parkba pénteken, emellett különböző szakmai előadásokat is hallhattak az érdeklődők. Az esemény megnyitóján a Békés megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető titkára elmondta, hogy a rendezvény egy határon átnyúló projektnek köszönhetően jött létre, amellyel elsősorban a környékbeli vállalkozások tevékenységét próbálták segíteni. A legkisebb gazdasági egység ugye a család, tehát hogy a családokat is behívni, ameddig a család kisebb tagjai mondjuk szórakoznak, addig ugye a felnőttek tudnak az itteni itt megjelent vállalkozásokról érdeklődni, illetve információkat szerezni, milyen költségekkel vagy milyen hatékonysággal tudnak adott ingatlanokon fejlesztéseket végrehozni. Tehát behoztuk egy picit a családokat, de természetesen az intézmények, a cégek jelenlétével. A térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy jól lehet az elmúlt időszakban az építőipar jócskán kivette a részét az ország GDP növekedéséből, azonban döntően az energiaválság miatt, illetve az állami beruházások csökkenésének következtében a szakma kihívásokkal teli helyzet elé néz. Átmeneti nehézségről beszélünk, tehát hogy azt reméljük, hogy viszonylag belátható időn belül ez az Európát sújtó gazdasági nehézség, gazdasági válság ez megszűnik majd, illetve abban is bízunk, hogy nálunk a gazdasági visszaesés kisebb mértékű lesz, mint Európa más országában, de nyilván ez az egész kihatással van az építőiparra is. Az eseményen beszédet mondott az Építési és Beruházási Minisztérium miniszterhelyettese. Csepregi Nándor hangsúlyozta, hogy a háborús infláció és az energiaválság hatásai a magyar építőipart is érintik. Azonban mivel az ágazat nagy mértékben járul hozzá a nemzetgazdaság teljesítményéhez, valamint nagy dolgozói létszámmal rendelkezik, ezért a kormány kiemelten kezeli ezt a területet. Ma, hogyha 100 egységnek tekintjük az államban, vagy a Magyarország határain belül megvalósuló beruházásokat, annak 30%-át a magyar állam adja, tehát nagyon nem mindegy, hogy ezzel a 30%-kal az állam hogyan gazdálkodik. Azonban a jelenlegi költségvetési helyzetben az elsődleges feladat az, hogy ahogy a családok költségvetését érinti a háború áremelkedés formájában, és ez megjelenik az államnál is, lekonszolidáljunk mintegy 10 000 milliárdnyi állami beruházást, egyenként letárgyalva ezeket a beruházásokat, mi az, amit át lehet ütemezni a következő költségvetési évekre, tehát lazábbra lehet szabni a rendszer működését. A megnyitón felszólalt Zalai Mihály, a Békés megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, aki többek között a határon átnyúló projektek eddig elért eredményeiről beszélt. A közös román-magyar együttműködések jövőbeli fontosságáról is szó esett, melyekről hazai részről a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Orosz Tivadar és Kása Róbert, a Békés megyei kormányhivatal hatósági főosztályának osztályvezetője számolt be. A biztonságtechnika, illetve az ingatlanok korszerű és energetikailag előnyös felszereltsége köré fonódott az a családi nap, amelyet szombaton tartottak meg a Csaba Parkban. A programon a család apraja nagyja egyaránt talált elfoglaltságot, hiszen koncert, kézműves foglalkozás, játékok, standok várták a kilátogatókat. A családi nappal az volt a szervezők célja, hogy a 21. századi technológiákat felvonultató kiállítást és családi napot szervezzenek az érdeklődőknek, amely révén mélyrehatóbban tájékozódhatnak az ingatlanok előnyeiről és felszereléseiről. Mindeközben mindenki elfoglalhatja magát a családban. Gyakorlatilag ez a nap ez úgy lett összerakva, hogy Magyarország legnagyobb gyermekelőadóit tartalmazza,
illetve szerintem ami húzó erő az az, hogy ingyenesen látogatható, és gyakorlatilag ami csomagban foglal, minden programelem az ingyenes elérhető a gyermekek, illetve a családtagok számára is. Ráadásul, amíg az apukák nézelődnek, építőipar, ingatlanpiaci kiállítók között, addig a gyermek és édesanyja el van. A Békés megyéért vállalkozásfejlesztési alapítvány ügyvezetője arról tájékoztatott, hogy a szombati családi nap egy olyan pályázatnak köszönhetően jött létre, melyben Arad megyével fogtak össze. Hangsúlyozta, hogy sokakat érint az energetikai beruházások, valamint az új fenntartható technológiák kérdése, a hétvégi kiállítás is ehhez kapcsolódott. Amíg a gyerekek szórakoznak, addig apa addig körbe tud nézni és tud érdeklődni az új technológiákról, milyen információkat gyűjteni adott esetben, hogy egy pici ingatlan fejlesztésen mennyi energiát tud megspórolni, és akár hogyha már nagy a család, akkor tudnak új ingatlanokat esetleg kérdezni, de a vállalkozók is ugyanúgy, hogy egy vállalkozás életében is eljön a pillanat, hogy telephelyet kell vásárolni. Hozzátette azt is, hogy a tanulmányokra is hangsúlyt helyeztek, hiszen arról adtak tájékoztatást, hogy hol tart jelenleg az építőipari szakképzés, illetve a szakmaválasztás előtt állóknak is segítettek, amelyben a Békés Csabai Szakképzési Centrum működött közre. Bodor Krisztina magánvállalkozóknak, illetve cégek vezetőinek adott szakmai tanácsot arra vonatkozóan, hogy milyen növekedési lehetőségeik vannak. A célja az az, magánszemélyként és vállalkozóként is, hogy a lehető legtöbb támogatást, illetve a lehető legjobb finanszírozást kapja az adott ügyfél. A cégeknél lényegében az, hogy előre jussanak, tehát ne stagnáljanak, hanem tudjanak növekedni, fejlődni. Magánszemélyeknél pedig az, hogy megtaláljuk a számukra a legideálisabb konstrukciót, akár hitelben, akár támogatásban, és ez így összességében neki tervezhető legyen. Többen is nagycsaládosként érkeztek a programra szombaton. Hát igazából mi szórakozni jöttünk ki szombaton, hogy együtt a család, és akkor így szétnézünk, és igazából kettőt az egyben, hogy szét is nézünk a szakmákba is, meg hogy milyen építőipari tevékenységek vannak itt, és még a gyerekek is szórakoznak. A rendezvényre közel 4000-en látogattak ki a hétvégén. Péntektől vasárnapig a Szilváé volt a főszerep Szarvason. A 24. szarvasi szilvanapok idén is a népszerű gyümölcs körül forgott, mellette pedig számos színes program várta a kilátogatókat. A fesztivál a helyi civil szervezetek látványos felvonulásával indult. Az esemény megnyitóján többek között Szarvas testvérvárosainak képviselői köszöntötték az érdeklődőket, akik elmondták, hogy mindannyian nagy örömmel érkeztek a városba. A fesztivál igazgatója arról beszélt, hogy idén több mint 60 programmal készültek a látogatók számára. Csasztvan András kiemelte, hogy a nagyszínpadi koncertek mellett 5 tematikus udvar várta az érdeklődőket a hétvége folyamán, például a lekváros, a civil, a kézműves sör, a bor, valamint a kölyök udvar. A Szarvasi Vízi Színházra szervezett péntekesti, szombatesti belépős koncerteket behoztuk a rendezvény területére, és itt ingyenesen hallgathatják, nézhetik az emberek. Ilyen például a ma esti Csíkzenekar koncert, vagy a holnapi LGT koncert. És ez talán azért fontos, mert itt ezen a téren úgy számolom, hogy 2-2,5 ezer ember befér, ezzel szemben a Szarvasi Vízi Színházban 1100 emberrel már telt házunk van. Szarvas polgármestere hangsúlyozta, hogy az idei év dupla ünnep a település számára, hisz ezúttal a város újratelepítésének 300. évfordulója előtt is tisztelegnek. Babák Mihály szerint a szilvanapok közel áll a helyiek szívéhez. Jó eső érzéssel tölt el az, hogy amit főzünk, azt ők elfogadják. És olyt vágyja, fogyasztják ezt a napot, és számukra egy nagy kikapcsolódás. Persze van nekünk tavasszal majális útvar, augusztus 20, aztán még sok egyéb más városnapi ünnepség. Az ünnepek nagyon kellnek egy város életében. Az összetartozás érzését is erősíti, megemeli a lelkünket, és néha elgondolkodunk, hogy hol is vagyunk a világban, és hogy mi milyen szépen élünk. A szarvasi szilvanapokon a koncertek mellett az érdeklődők számos gasztronómiai programon vehettek részt.
Prohászka Béla és Tímár András mesterszakácsok a hétvége folyamán félórás váltásokban egy látványkonyha révén különböző szilvás ételeket készítettek a látogatók számára. Emellett vasárnap tartották a népszerű süteményes receptverseny eredményhirdetését is, amely során egy szarvasi cukrászda a korábban a lakosság által beküldött szilvás recepteket készítette el. A Békés Csabai Jókai Színház előtti téren tartották meg szombaton délután a teátrum évadnyitó gáláját. A hagyományokhoz híven a programon a teátrum nézői betekintést kaphattak a szeptemberben kezdődő évad új előadásaiba. Megtelt érdeklődőkkel a Békés Csabai Jókai Színház előtti tér szombaton délután. Az apropót az új évad megnyitója szolgáltatta. A gálát Nánási Veselényi Orsolya és Csomós Lajos az intézmény két színművésze vezényelte. Az érdeklődők részleteket hallhattak a Dracula Fantázia horror rockból, illetve ismertették az évad többi darabját is. Csonka Dóra a Dracula Fantázia című darabban egy székely lányt alakít, akibe maga Dracula szeret bele. Én nem titkoltam a próba folyamat során sem, hogy én nem feltétlenül így döntenék, ahogy ez a lány, illetve pont emiatt van sok küzdelem bennem, hogy valamit másképp mondanék, vagy másfele vinném a történet szálat, mint ahogy ez meg van írva. Ez most nem egy klasszikus szerelmi történet lesz, ezt el kell mondani. Úgyhogy emiatt igen, nehézség, mert ha bár vannak közös pontjaink, úgy érzem, de nem minden döntésével értek egyet. Seregi Zoltán, a színház igazgatója kiemelte, hogy ebben az évben több mint 8000-en váltották meg bérleteiket a teátrum előadásaira, amely rendkívül magas számnak számít. Elmondta, hogy a műsor összeállításában mindig nagy figyelmet fordítanak arra, hogy minden korosztály találjon kedvére való darabot, ugyanakkor úgy véli, a fiatalabbakat nehezebb megszólítani. A gimnázium végzősei, és ami utána még egy-két év, ahol még nincs család, mert azokat nagyon nehéz megfogni. A kisebbeket, az iskolásokat ugye az iskolán keresztül szervezetten, az nagyon szépen megy föl, mert most már több életet adtunk el, mint tavaly. Felnőtt bélet is több már, azokat is könnyebben elérjük. A színes darabok felvonultatása után a teátrum igazgatóját a Dracula Fantázia démonjai rabolták el a színpadról. A 28. alkalommal rendezték meg a hétvégén a Nemzetközi Makett Kiállítás versenyt a Csabagyöngye Kulturális Központban. Az esemény kiemelt kategóriája idén a 40 évvel ezelőtti Falkland-szigeteki háború volt. Sokan tudják már Békés Csabán, hogyha szeptember, akkor makett kiállítás a Csabagyöngyében. Ezúttal is számos miniatűr hajó, repülő vagy éppen autókedvelő látogatott el a Kulturális Központ panoráma termébe. Az idei évben is közel 300 versenymunka érkezett, van még két külön asztalunk a saját maketteinknek, a klubasztalok, meg a Kecskeméti Társ Makett Klubunknak az asztala. Ők a korábbi évek munkáit hozták el, és itt a közönségnek bemutatják a szép maketteket. A kiemelt kategóriánk idén a 40 éves a falklandi háború, 40 éve történt, és annak az apropójából egy kategóriát indítottunk, erre is érkezett 10 munka. A makettezők mester vagy hobbi szinten nevezhettek a versenyre. Forgatásunk idején éppen a makettek zsűrizése zajlott, ami mint kiderült egy rendkívül aprólékos folyamat. A zsűri ránézéses értékelést végez, ami annyit jelent, hogy amikor a makettet értékelik, akkor vannak olyan szempontok, amit figyelembe vesznek az értékelésnél. Az első és a legfontosabb, hogy meg kell nézni, hogy a makettnek a geometriai beállításai rendben vannak-e, nincsenek elcsavarodva a szárnyak, pontosan állnak a fotóművek, és itt mindig a repülőket hozom fel példának, hiszen én ezzel foglalkozom. A kétnapos rendezvényen a látogatók különböző előadásokat hallhattak a repülésről, illetve a kiállítás ideje alatt látványmakettezés, modellhajó, illetve airsoft fegyver bemutató is várta az érdeklődőket.
Ötödjére is a kerékpáros versenyzőké volt a főszerep szombaton Békés Csaba belvárosában. A Magyar Kritérium bajnokságon ezúttal összesen 15 korosztályban, mintegy 130-an mérettették meg magukat. Az esemény versenyigazgatója arról tájékoztatott, hogy mivel esős időjárásra számítottak, ezért több korcsoportot is összevontak, főleg azokat, ahová kevesebb nevezés érkezett. Kessjár Attila kiemelte, hogy a kerékpárosok színvonalas küzdelmeket vívtak a korcsoportokban egészen az U13-tól a Master Elite kategóriáig. A szakember külön örömnek nevezte, hogy 2 év után újra a régi vonalvezetésű pályán versenyezhettek a kerékpárosok, hiszen tavaly a Kisernő utcai híd felújítása miatt más útvonalat kellett választaniuk. Gyakorlatilag a felnőtt elitbe 1 perces köröket, sőt 1 perc alatti köröket is produkáltak, ami olyan 45 km/h tempót jelentett, és ez az egész verseny, a 40 körös verseny végéig tartották is. A Békés Csaba ellen szerezte meg szezonbeli első győzelmét a Budafok a labdarúgó MB2 8. fordulójában. A fehérmezes Budafok jól kezdte a találkozót, hiszen már a 2. percben zicserbe került, de Németh Márió 7 méterről fölé lőtt. Az első 10 percben további 2 nagy helyzete volt Némethnek, azonban a csabaiak kapusa előbb közeli fejesét, majd távoli lövését is bravúrral hárította. A hazaiak támadó játéka a 39. percben góllá érett, amikor egy baloldali beadás után Adorján Krisztián 7 méterről a kapuba fejelte a labdát. A Békés csabaiak első helyzetére 52 percet kellett várni, amikor Puskás Gábor kisodródott helyzetből kapu fölé lőtt. 3 perccel később ismét a Budafok veszélyeztetett, de Tisler Patrik lövését Bukrán Erik védte. A hazai együttes a 66. percben közel állt az újabb gólhoz, azonban Kovács Dávid szabadrugását védte a kapus, így maradt az 1-0-ás végeredmény. 8 gólos vereséget szenvedett a Békés Csabai előre NKS-e a női kézilabda MB1 második fordulójában vasárnap. A csabai kézilabdázók hazai pályán fogadták az előző szezonban 4. helyen végző európai kupában is érdekelt Vác együttesét. Lassan kezdte a mérkőzést mindkét csapat, a Vác a 10. percben 5-2-es vezetést épített ki. A folytatásban keményen védekezett a fehérmezes hazai együttes, amely a 22. percben 8-6-ra lépett meg ellenfelétől. Jobban hajrázott a sötétmezes vendégegyüttes, így 13-10-es váci vezetésnél fordultak a csapatok. A térfél cserét követően jól kezdett Herbert Gábor együttese, amely a 36. percben már 7 góllal vezetett. Nem sokáig tudta megtartani előnyét a vendéggárda, a Békés Csaba a 46. percben 20-17-re zárkózott fel riválisához. Pap Bálint együttese azonban ennél közelebb nem jutott a Váchoz, amely végül magabiztos 28-20-as győzelmet aratott. Nagyon örülök, hogy a kezdeti bizonytalanság, mert ugyan vezettünk 5-2-re, de voltak a védelemben olyan meg nem értések, ami nem tetszett. Utána szépen az első félidő végére, illetve a második fél elején szépen rendeztük a sorainkat, és meg tudtuk akadályozni azokat a dolgokat, ami a Békés Csabának az erősségei. A Vác 2 győzelmével a 3. helyet foglalja el az első osztályban, míg a Békés Csaba 2 vereségével az utolsó előtti pozíciót tudhatja magáénak. Nem tudtunk az ellenfélnek a támadó játékában 2 meghatározó játékosával mit kezdeni, elő pedig utána, amikor fáradtunk, rossz döntéseket hoztunk, elbizonytalanodtunk, zicsereket hibáztunk, és ezt rendkívül jól használta ki a Vác, és abban a momentumban érettebb csapat volt, és ezt kihasználta, és sajnos nekünk ugye csak a küzdés jutott, az mindenféleképpen dicsérendő, de ebben az osztályban csak küzdeni nem elég, kézlabdázni is tudni kell. A Békés Csabai előre NKS a legközelebb szeptember 24-én 18 órától lép pályára, amikor a 10. helyezett Albafehérvár együttesét fogadja hazai környezetben. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behir.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!